Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Titanfall, mint látjátok az epizód címe, küzdj az életedért, hamarosan rátérek erre a témára, és egy kicsit a játékmenetről, egy jó sikerült játék volt igazából, csak én nem tudom mi van velem, tehát folyamatosan van egy rész a játékomban, amikor így eltévedek a pályán, így nem tudom, hogy mi folyik körülöttem, és olyankor természetesen, hát az meg is fog látszódni a gameplay-en majd. Szerint azt hiszem, hogy később csinálok egy ilyen videót, mert van egy videó, hogy speckon erre van félretéve, hogy néha megmutassam a nyers valóságot, hogy azért berakok egy ilyen fészámlálót, egy ilyen elvesztem számlálót, és egy facepalm számlálót, amit abban a játékban leműveltem. Be kéne rakni sikerszámlálót is, de az annyira nem számít, mert voltak jó killek benne, meg ilyenek, de így be fogom ezt rakni, szerintem sírni fogtok a röhögéstől igazából. Na, de ezt majd akkor arra a videóra, de ebben a játékban is felelhető ez a kicsit elvesztem a pályán című történet. Viszont amiről beszélni akarok, az nem is igényli azt annyira, hogy figyeljetek a gameplayre, hanem inkább a mondandóra koncentráljatok. Persze nézzetek a gameplayt is, jó van, na hát most ez van. De miről akarok én beszélni ez a címszó alatt, hogy küzdj az életedért? Annó ugye COD 4 és MV2-ztem, akkor ment a játék igazán profin, akkor játszottam profi, akkor voltam benne egy kicsit a verseny szférában, hogy úgy mondjam, és COD 4-ben még nem, de MV2-re elkezdtem rádöbbenni, hogy mitől tudok sikeres lenni párharcokban, tehát hogyha szemtől szembe vagyok egy adott olyan másik játékossal, akkor hogy mitől tudok mégis sikeres lenni, mitől van az, hogy én lövöm le és nem ő lő le engem, mitől van az, hogy megfordulok és sikerül lelőni azon kívül, hogy ping, jobb gép, stb. De mitől van az, hogy egy adott szituációban netánhol másik pilóta és ő hányeréssel mégis le tudom lőni, és tudom, hogy ez a beszéd akkor lejön két megközelítésből, tehát sok mindenki számára a Titanfall-ban könnyű ölni pilótákat, és sok mindenki számára a Titanfall-ban nehezebb ölni pilótákat, és most igazából azoknak szeretnék segíteni kicsit, akik úgy érzik, hogy nekik számukra egy kicsit nehezebb ölni pilótákat ebben a Titanfall buliban. A lényeg ugye ott van, és megközelítve ezt a progémerek arcából, ugye mitől tud sikeres lenni egy jó játékos párharcokban? Én úgy gondolom, hogy attól legalábbis én annó attól voltam sikeres, hogy tudtam, hogy le fogom tudni lőni azt az adott pilótát. Akármi történik, én nekem győztesen kell kijönni a párharcból, és ezáltal maga biztosan tudtam, hogy le fogom tudni lőni ezt az adott játékost, és jobb, hogyha te is elhiszed ezt magadról, hogy le tud lőni azt a másik adott játékos, mert különben sose fog menni annyira jól, mint amennyire szeretnéd. Kivéve, majd tulajdonképpen észre is fogjátok venni, hogy akkor fogod tudni lelőni mindig azt az adott játékost, amikor megteremted rá azt az adott helyzetet, lekempeled egy tetőről, megvárod a sarok mögött, meglátod a radaron, de mi van az a helyzet, amikor jön a szituáció hirtelen, és megfordul egy pillanatra a fejedben, hogy le fogom tudni én ezt lőni? Azt a kérdést, hogy le fogod-e te tudni lőni, azt úgy sürgősen el kéne felejteni, mert nem létezik. Az létezik, hogy le tudod lőni azt a bizonyos pilótát. És ugye itt különbözik a profi, a kevésbé profi játékostól, hogy a profi az tudja, hogy le fogja tudni lőni, és hogyha itt most nálam C4 lett volna, akkor én is le tudtam volna szedni azt a pilótát. Szóval a profi az tisztában van vele, hogy ő le fogja tudni lőni azt az adott játékost. A dolog, hogy milyen stádiumai vannak ennek a le fogom tudni lőni dolognak, van egy része stádium, amikor belekerülsz a hirtelen helyzetbe és győzöl. És akkor rátör egy olyan érzés, hogy hú, hakker, ez én voltam, úristen. És onnantól kezdve kezdj el azon gondolkodni, hogy igen, ez te voltál. Azért voltál, mert le akartad lőni ezt a pilótát. És jön az a hihetetlen érzés, hogy még te magad sem hiszed el, hogy ez megtörtént. És onnantól kezdve hidd el, hogy megjön egy olyan boost, egy olyan adrenalin, egy olyan löket, amitől te elhiszed végre magadtól azt, hogy igen, te le tudod lőni, és bármilyen helyzetben meg tudsz felelni egy adott
szituációban, ebben a játékban. A Titanfall ebből a szempontból, mint összehasonlítva egy Battlefield Call of Duty-val, mondjuk amik most a legolyanabb játékok, ahhoz képest a Titanfall úgy gondolom, hogy nehezebb ölni pilótákat, tehát játékosokat, gamereket nehezebb megfogni, mert van a parkűrözés és az ugra-bugra része a dolognak. Na most, azért Titanfallban ugye ez jó volt. A Titanfallban azért meg kell szoknod azt, hogy a küzdj az életedért részben benne van az ugra-bugrálás. Szóval, hogyha most ez egy ilyen fizikálisan megközelítés ennek a résznek, ha ott tartasz már, hogy viszonylag jól tudsz lelőni, de hogyha szembe kerülsz egy pilótával hirtelen szorult helyzetben, hogy mit kell csinálni, akkor bizony nyomogasd azt a space-t, és igyekezz minél jobban ugrálni, minél jobban kihasználni a körülötted lévő falakat, és úgy nem megadni annak a ellenfél pilótának, és azt hiszem most lesz mondom el a tökéletes mondatot, tehát nem megadni annak az ellenfél pilótának azt az örömöt, hogy te egy másodpercig is megmaradsz egy helyben, hogy ő kényelmesen le tudjon lőni, és ezt el kell érned, szóval addig ugrál, addig mász falon, addig csinálj dolgokat és lőj vissza, de ne add meg neki egy percre se azt az örömöt, hogy téged egy helyben elkapjon az a az adott pilóta abban az adott szorult szituációban, mert az ellen nem sokat tudsz tenni, hogy egy tetőn vagy bemérsz egy titánt, vagy éppen egy titán lősz, hátad mögé lopoznak, azt lelőnek, lerúgnak, történik, az nem számít, de amikor egy ilyen szemtől-szemét csatába kerülsz, mint én itt most, ne add meg neki azt az örömet, hogy egy helybe ott maradsz is, és ugye ez itt híven bizonyította azt a részt, hogy küzdj az életedért, és ez a Titanfallnál egy lényeges kulcs, amitől sok játékos különbözni tud, amitől egy játékos el tud érni 20 killt, és a másik játékos el tud érni csak 5 vagy 6 killt. Azért, mert az a másik adott játékos nem adja meg az ellenfelének azt az örömet, hogy egy fél percig is állva marad, hogy az le tudja lőni, hanem az utolsó pillanatig küzd azért a bizonyos életért. Nos, ennyi. Ennyi lett volna, azt hiszem. Nem mondom azt, hogy ez a játék tök híven mutatja ezt, hogy küzdözőjét, de az előző jelenetet azt láttattátok. Ja, és persze, kikapunk amúgy, és küzd az életedért, akkor is elmentem arra a hajóra, és kimenekültem. Kevés videóban látni manapság ilyet, hogy az ellen, hogy vesztes csapat, és akkor sikerül kimenekülni. És nem is kevesőknek. Osszátok meg velem, ti hogy látjátok ezt a kérdést? Ti szoktatok olyan szinten ugrabugnálni, és nem megadni annak a pilótának, az ellenfél pilótának az örömet, hogy elkapjon titeket? Mert akkor ugye kicsit másképp a játék, és kicsit megemelkedik az a bizonyos sikerélmény, hogyha igazán van ebben. Nos, köszönöm a figyelmet, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hagyjatok ott kommentet, ne legyetek lusták, nekem leszígyalak titeket, hogy folyton lusták vagytok kommentet hagyni ott nekem. Mivel, hogy kommentet hagytok, témát hagytok ott nekem, és mostanában ugye sok Titanfall videó lesz, jön a többi, és egyébként mind azért van, mert amúgy küldtök személyes üzenetet Facebookon, ami tök jó lesik, szóval azért az írókátok megjön, ha arról van szó, hogy Facebookon személyes üzenetet küldtök, és az ottani konverzációból most merítek sokszor ötletet a videókra, de jó lenne, hogyha eme videó alá is írnátok valami jót és értelmeset, és akkor újabb ötletek jönnének. Nos, most már tényleg befogom. Na, sziasztok!